Sok tervünk valósult meg a nehézségek ellenére az elmúlt évben, mondta Dávid Ibraja, a Völgységi Település polgármestere. A Magyar Falu Programnak és a belügyminisztériumi pályázatoknak köszönhetően 105 millió forint forrást sikerült nyerni, melyből utcák és intézmények újulhattak meg. A legfőbb feladatunk nyilván a megemelkedett rezsiáraknak a kigazdálkodása lesz, úgyhogy takarékos gazdálkodást fogunk folytatni, és azt gondolom, hogy a hátrányos helyzetűeknek a megsegítésén is dolgoznunk kell ebben az évben. Nyilván figyelni fogjuk a fejlesztési lehetőségeket, így a Magyar Falu Program, vagy akár a belügyminisztériumnak a pályázati kiírásait, és egyébként 3 pályázat elbírálását várjuk, úgyhogy a Top Plus-ban pályáztunk a művelődési ház, a sportöltöző felújítására, valamint a Vörösmarty és József Attila utcáknak a felújítására. A Parhant azon kevés települések közé tartozik, ahol még működik általános iskola, amit a helyiek nagy kincsnek tartanak. Igyekszünk az önkormányzat támogatni, amiben csak tudjuk, mert szeretnénk, hogyha továbbra is az aparhantiak és a környező települések ideiratnák be a gyermekeiket, hiszen sajnos egyre alacsonyabb létszámmal működik, és szeretnénk, ha jövőben is fennmaradna, hiszen egy falunak a jövőjét az biztosítja, amíg van óvodája és iskolája. Az aparhanti önkormányzat még dolgozik a 2023-as költségvetés előkészítésén, amiben a legfőbb cél az intézmények működésének fenntartása a kötelező feladatokkal együtt. A településen az is hír, hogy február 1-ével új plébános kezdte meg szolgálatát.